Üdvözlök mindenkit! Ebben a videóban a lelet sablonokról lesz szó. A leletezési idő nagyban lecsökkenthető a jól definiált és személyre szabott sablonok alkalmazásával. Természetesen ezeket a terasiban is könnyedén be tudjuk magunknak állítani. A sablonok előhívása az F10-es gombbal történik. Nálam például a melkas röngen sablonja az MK F10 lenyomásával hívható elő. Ez a szöveg most már szabadon szerkeszthető, törölhető, úgyhogy ez ö, nagyban segíti számomra a leletezést. Hogyha ez a sablon, vagy bármelyik egyéb sablon számunkra nem megfelelő, akkor azokat könnyedén tudjuk szerkeszteni, illetve újabb sablonokat is létre tudunk hozni. Ehhez menjünk be az eszközök menüpont alatt a sablonok karbantartása almenüpontba, ekkor egy ablak ugrik fel, amiből kiderül, hogy már ezen a számítógépen nekem rengeteg olyan sablon van, amit korábban definiáltam magamnak. Minden sablonnak van egy neve, például ez egy pml Melkas felvétel sablonja, ennek a gyors szövege, ahogy korábban láttátok, az MKF10, de van itt például trauma, ormelléküreg felvétel, illetve különféle gerinc felvételeknek a sablonjai, és Ezeket is ugye a megfelelő gyors szöveg, illetve az F10 lenyomásával érhetem el a leletező oldalon. Hogyha engem zavar például az, hogy a háti gerinc kétirányú felvétel után nincsen kettős pont, akkor ezt most módosíthatom. Bocsánat, lehet, hogy egy kicsit siettem. Tehát, ha engem zavar, hogy itt nincsen kettős pont, akkor ezt a sablont kijelölöm, megnyomom a módosítás gombot, elvégzem azt a szerkesztést, amit ö, én elkívánok végezni, elmentem, akkor innentől fogva ez a sablon úgy fog megjelenni, ahogy most látom. Hogyha szeretnék egy új sablont létrehozni, akkor azt is könnyedén megtehetem. Hozzunk létre egy új ormelléküreg felvételt, aminek adjuk a Adjuk az OM új gyors szöveget. Jó, tehát ez lenne maga a sablon szövege. Elmentjük, és innentől fogva ez a sablon is használhatóvá válik. Tehát OM új F10, akkor megjelenik a lelet szerkesztő mezőbe az a szöveg, amit én már korábban bevittem. Vegyük észre ugyanakkor, hogy a vélemény szerkesztőben megjelenik az organikus eltérés nem ábrázolódik mondat, mi ezt nem definiáltuk korábban, úgyhogy a rendszer értelemszerűen az alapbeállítást fogja itt feltüntetni. Ha nekünk ez nem megfelelő, már pedig miért is lenne megfelelő, akkor ezt is személyre tudjuk szabni. Menjünk vissza a sablonok karbantartása menüpontba, és hozzunk létre egy újabb sablont. azaz az újabb sablon pedig úgy fog kinézni, hogy or -mellék üreg vélemény. Legyen ez a neve, hogy később, hogyha visszamegyek, akkor tudjam, hogy pontosan mit rejt ez a sablon. A gyors szövegnél viszont nagyon kritikus, hogy ugyanazt a gyors szöveget használjam, amit annak a sablonnak adtam meg, amihez most éppen véleményt szeretnék írni. Ezután egy pontot írok, illetve két darab sima V betűt. Hogyha most ide beírom, hogy légtartó melléküregek, és elmentem, akkor ezáltal most már definiáltam az orr melléküreg felvétel sablonomnak a véleményét is. Tehát, ha újra Betöltöm ezt a sablont, hogy OM1F10, akkor most már nem csak a szöveg fog helyesen megjelenni, hanem a véleményszerkesztő mezőben az a mondat is megjelenik, amit én egy perccel ezelőtt definiáltam. Menjünk még vissza a sablonok karbantartása mező, vagyis ö, ablakba, és ugye még, még annyit szeretnék hozzátenni, hogy ha szeretném, akkor tudok sablonokat törölni. Természetesen itt is tudok sablonokat kiválasztani felhasználás céljából, tehát hogyha most én ezt a nyaki gerinc sablont szeretném használni, és tegyük fel, nem emlékszem a gyors elérésére, akkor talán ez a módja annak, hogy ezt a sablont használjam. Ezt a szinkronizálás gombot viszont nem nagyon kellene nyomogatni, mert ilyenkor az történik, hogy a terasi a saját számítógépenkön letárolt sablonokat törli, és letölti a központi számítógépen lévő alap sablonokat, amik ugye eléggé alapsablonok, nem biztos, hogy a saját ízlésünknek, illetve munkafolyamatainknak megfelelő, úgyhogy én ennek a gombnak a mellőzését ajánlom, hogy lépjünk is ki innen, tehát lényegében ennyi, ennyi az, amit a sablonokról nekünk tudnunk kell. Én úgy gondolom, hogy érdemes ezeket minél jobban személyre szabni, minél jobban definiálni egy-egy sablont, mert a sablonok alkalmazásával ténylegesen időt tudunk megspórolni.